Egy kedves idős asszony, aki a képről visszatekint ránk, nem? Ez esetben nagyon is igaz az a mondás, hogy a látszat néha csal. Tamara Mitrofonova-Samsonova olyan sötét dolgokat követett el, amelyeket talán senki ki sem nézne belőle. De a következő néhány percben kiderül, milyen szörnyűséges tevékenységeket űzött Tamara, a kannibál boszorkány nagyi. Ha még nem tetted volna, kérlek iratkozz fel a csatornára, amely a sokkoló akták működéséhez járul hozzá. Amennyiben pedig megteheted és szeretnéd, Patreon oldalunkon keresztül is segítheted a csatorna működését és fennmaradását, ahol a megjelenő epizódok reklámmentesen elérhetőek. Link a leírásban. Ha pedig szeretnél még ilyen videót látni, ne felejts el feliratkozni, kattints a kis csengőre és lájkold a videót. Véleményed az esettel kapcsolatban oszd meg komment formájában, vagy közvetlenül velem e-mailben. Figyelem! Ebben az epizódban a közönség egyes tagjainak számára felkavaró részletek lehetnek, ezért megtekintését, meghallgatását csak erős idegzetőeknek ajánljuk. A korábbi videóban röviden ismertettem már az esetet, és ebben az epizódban sem lesz sokkal több új információ, de igyekeztem egy kicsit bővebben megismerni a történéseket, illetve veletek is megismertetni azokat. Azért, mert elég sokan kértétek tőlem ezt. Valamint biztosra veszem, hogy a jelenlegi közönségemből is sokan vagytok, akik esetleg lemaradtak erről. Nem csak az angol, de az orosz nyelvű sajtóban is kerestem, nem sok sikerrel. A hatóságok nem meglepő módon nem hoztak sok mindent nyilvánosságra, de akad egy-két részlet, amely talán jobban megvilágítja a történteket és a miérteket. És ezzel még véletlenül sem akarom még sugallni sem, hogy meg lehet érteni, amit tett, hiszen Tamara olyan bűncselekményeket követett el, amelyek alól nincs felmentés. Az asszony egyébként nem is kérte ezt. Bűnösségét elismerte, és azt mondta, idézem, megérdemlem a büntetést. Tamara Mitrofonova-Samsonova 1947. április 25-én látta meg a napvilágot az Oroszországban fekvő Uzur városában. Szülei akkor még biztosan nem tudták, hogy az édes kisgyermek egy zavaros elméjű, mások életére törő, kegyetlen lényé cseperedik. Szülővárosa Uzur az oroszországi Krasznojarszki járás legnagyobb városától, s egyben Szibéria harmadik legnagyobb városától, Krasznojarsktól alig több, mint 300 kilométerre, két kis folyó, az Uzsurka és a Csernyevka partján fekszik. Lakossága 2020-ban épp hogy 14 ezer fő volt, ami Oroszország 145 milliós populációjához képest olyan, mint hazánkban egy aprócska falué. Tamara életéről nem túl sokat lehet tudni, de az biztos, hogy a középiskolát elvégezve Moszkvába vette az irányt, ahol a Moszkvai Nyelvészeti Egyetemre nyert felvételt. És nem csak hogy felvették, de tanulmányai diplomaszerzéssel zárultak, aztán Szentpétervár volt életének következő állomása. Itt feleségül ment Alexej Samsonovhoz, és életük színhelye a Dimitrov utcai, újonnan épült, négyes számú panelház egyik lakása lett, 1971-től. A nő egy ideig egy utazási irodában dolgozott, majd a Grand Hotel Europe szállodában, ami egy igen gyönyörű szálláshely. Szentpétervár egyik ékes épülete, ami nem is meglepő, hiszen egy ötcsillagos szállodáról beszélünk, még talán egy filmben is szerepelt. Tamara ebből a szállodából ment nyugdíjba, amiből arra lehet következtetni, hogy nem csak jól végezte a munkáját, de megbízható tagja is volt a csapatnak. A Samsonova házaspár tehát élte a házaspárok átlagos életét, míg nem egy nap, 2000-ben a férj eltűnt. Tamara azonnal jelentette a rendőrségen Alexej eltűnését, de sajnos a nyomozás nem hozott sok eredményt. A férfi nem került elő. Állítólag Tamara a szomszédainak később azt mondta, hogy a férje elhagyta egy másik nőért, akivel elment, és hozzátette, menjen csak. Neki nincs szüksége rá. Hogy a keletkezett űr a lakásban ne legyen olyan nyomasztó, Tamara meghirdette az egyik szobát, amire hamar jelentkezett is valaki. Egy férfi költözött be, és bár erről sokat nem tudni, lehetséges, hogy az idő előre haladtával közelebb kerültek egymáshoz, mint csak tulaj és bérlő. Amiért nem is lehetett volna hibáztatni az asszonyt, hiszen ha elhagyta a férje, nem kell, hogy örök életére egyedül maradjon. De sajnos, még ha valóban is volt valami romantikus színezet a történetnek, az hamar eltűnt az életükből. Akár csak a bérlő is, aki állítólag egy nap, 2001-ben fogta magát, és szó nélkül távozott a lakásból, ezzel pedig Tamara életéből is. De nem maradt sokáig egyedül az asszony, mert ismét megismerkedett egy férfival, az északi Norilszk városából származó Szergejjel. Viszont vele sem tartott túl soká a románc.
Állítólag ő is elhagyta Tamarát, annak nehéz természete miatt. De hogy valóban elhagyta-e, vagy valami egészen más, visszafordíthatatlan történt vele, nem tudni. Tamara személyiségéről és viselkedéséről beszámoltak, feltehetően a szomszédai. Szigorú, szeszélyes, nagyon érzelmes és érzékeny ember. Gyakran veszekedett a férjével is, és másokkal is. Ha elöntötte az agyát a vörös köd, dörömbölt a lakásban, verte a radiátort, és még ehhez hasonló, a szomszédok számára borzasztóan kellemes dolgokat művelt. De ez volt a kisebbik probléma. A nagyobbik, hogy Tamara nem igazán hitt a ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel érvényességében. És a későbbiekben kiderül, hogy ennek nagyon is az ellenkezőjében hitt. Bosszú szomjas, haragtartó volt, aminek köszönhetően igencsak átesett a ló túloldalára. A szomszédai több ízben tettek panaszt ellene, és követelték, hogy rendeljenek el pszichiátriai kényszergyógykezelést számára, mert már elviselhetetlen, amit művel. De visszatérve az újabb eltűnt hódolóhoz, róla soha többé nem hallott senki. Természetesen ez annak is betudható lett volna, hogy a férfi, Szergej egy Szentpétervártól még légvonalban is több, mint 3000 kilométerre lévő városból, Norliskból származott. Így sokan vélhették úgy, hogy szimplán visszatért oda, miután zátonyra futott a kapcsolata Tamarával. Vagy ennek, vagy a hanyagságnak köszönhetően nem is nyomoztak az eltűnés ügyében, és nem lehet tudni, vajon mi az igazság. Nyilván a hatóságok ki tudták volna deríteni, ha akarták volna, de erről nem találtam információt. Mindez 2003-ban történt. És egyes Oroszországban élő kommenterek szerint 2003-ban még nem is volt olyan tökéletes a nyilvántartás, amelyben megkereshették volna a férfit. Hogy azóta kiderítették-e, mi történt vele, azt nem tudom. Ezt egy 12 éves időszak követte, amiről csak annyit olvasni, hogy Tamara ismerkedett, de a szerelem csak nem talált rá. Vagy ha rá is talált, az nem mutatkozott tartósnak. 2015-ben viszont történt valami, ami nem csak Tamara jövőjét pecsételte meg, de a korábbi, körülötte lévő furcsaságokra is magyarázatot adhat. 2015 márciusában elérkezett az idő, hogy lakását felújítassa, és ennek idejére szállásra volt szüksége. Egy akkor 79 éves utcabéli asszony, Valentina Nikolevna Ulanova fogadta be Tamarát, aki mint egy gondozó a Kosztértés kvártéért cserébe biztosította szállásadóját afelől, hogy innentől könnyebb lesz az élete, mert ő majd gondoskodik róla, besegít a házi munkába, főz rá. Valentina igent mondott, és akkor még nem tudta, hogy ezzel gyakorlatilag aláírta a halálos ítéletét. Kezdetben nem is mutatkozott semmi probléma a két hölgy között, de ahogy az idő haladt előre, Tamara lakásának renoválása nem követte ezt a tempót. Legalábbis állítólag még tartott a felújítás. Már hónapok teltek el azóta, hogy Valentina befogadta ideiglenesen Tamarát, de az annyira otthonosan érezte már magát, hogy nem igen állt szándékában visszatérni saját lakásába. De hogy miért, azt nem tudni. Lehet, tényleg tartott még a felújítás, de azért az elég könnyen ellenőrizhető lett volna, hiszen egy társasházról van szó, ugyanabból az utcából, ahol Valentina is élt. Persze az is megeshet, hogy mondjuk Valentina nem tudta elhagyni a lakását, valamilyen egészségügyi probléma miatt, nem tudom, és így nem tudott a saját szemével meggyőződni arról, hogy mostanra már nem is annyira újdonsült lakótársa, igazat mondott-e vagy sem. De egy idő után megromlott kettejük között a kapcsolat, amit okozhatott az, hogy Tamara nem tudta leplezni temperamentumát tovább, vagy Valentina nem tudta ezt tovább tolerálni. Így végül nyomatékosan megkérte, távozzon. Ennek nyilván Tamara nem akart eleget tenni, és ha jól értettem, még rendőri intézkedésre is sor került. Tamara ezt követően végül mégis elhagyta Valentina lakását, később azonban visszatért, mégpedig nem üres kézzel. Valentina kedvenc ételét, orosz salátát vitt neki ajándékba. Az orosz saláta olyasmi, mint a francia saláta, tojás vagy burgonya saláta, pontosabban ezek keveréke. Főtt burgonya kockákkal, sárgarépával, savanyúsággal, borsóval, tojással, zellerrel, hagymával, különböző húsokkal, például csirkével vagy kolbásszal, továbbá almával készül. Mindez majonézes vagy tartármártással nyakon öntve. Az orosz és más poszt-szovjet országok konyháinak népszerű étele. Egyébként nem véletlenül, mert finom. És hát Valentina is szerette. Bizonyára örült neki. Bizonyára azt hitte, Tamara magába nézett, és így akar elnézést kérni az okozott kellemetlenségekért. A későbbi biztonsági kamerás felvételeken azt lehet látni, amint Tamara jön-megy szemetes zsákokkal, máskor fazékkal a kezében. Biztosan költözött, ugye? Hát nem.
A csomagok nem a holmiait, ruháit tartalmazták, hanem a lakás tulajdonosát, Valentinát. Mikor Tamar elhagyta Valentina lakását, nem hazament, hanem Puskin városába, ahol sikerült rávennie egy gyógyszerészt, hogy vén nélkül adjon ki neki egy igen erős altatót, amit egyébként nem csak Oroszországban, hanem a világ legtöbb országában kizárólag orvosi rendelvényre lehet kiadni. Egyes országokban fokozottan figyelnek erre a gyógyszercsoportra, amibe ez is tartozik. Direkt nem mondom a nevét, kérlek ti se írjátok le. Mert visszaéléseket követnek el vele. Rekreációs szerként fogyasztják egyesek alkohollal, amitől végképp óvaintenék mindenkit. Amikor Tamara visszatért a beszerző körútról, az ajándékba vitt orosz salátába keverte a gyógyszert. Tamara később, július 23-án este megtalálta Valentinát a konyhapadlóján fekve. Majd két késsel, valamint egy fűrésszel esett neki szerencsétlen asszonynak, aki akár még életben is lehetett akkor. Miután végzett, Tamara szemetes zsákokba és a zuhanyfüggönybe csomagolta Valentina maradványait, a nőjét, aki tetőt adott a feje fölé szorult helyzetében. Ezután a városban szórta szét az elkészített csomagokat. Egyébként egyes források beszámoltak arról, hogy itt-ott a városban korábban is feltűntek emberi maradványok, de ez nem jelenti azt, hogy biztosan Tamarához köthető cselekményekből származtak. És egyébként szintén orosz kommentelők szerint ez azért nem hétköznapi még Oroszországban sem, ellenben néhány rosszindulatú pletykával. De a leghátborzongatóbb s egyben leggyomorforgatóbb mégis az, hogy az egyik felvételen az látható, amint Tamara egy fazékkal a kezében jön le a lépcsőn. Valentina földi maradványait július 26-án fedezték fel. Egy kutyáját sétáltató egyén bukkant rá a zuhanyfüggönybe csomagolt emberi testrészekre egy tónál, nem túl messze Valentina lakhelyétől. Talán ha Tamara nem lett volna ilyen hanyag, vagy ha épp nem jár arra valaki egy kutyával, sosem derül ki, mi történt, de szerencsére kiderült. Az elhunyt személyazonosságát július 27-én állapították meg, miután a ház lakóinak segítségét kérték ebben. Amikor a rendőrség ment, hogy hatósági zár alá helyezze Valentina lakását, a kiérkező járőröknek, nyomozóknak azzal kellett szembesülniük, hogy a lakás nem is üres. Maga Tamara nyitott nekik ajtót. Miután behatoltak a lakásba, a rendőrök vérnyomokat fedeztek fel a fürdőszobában, és konstatálták, hogy bizony hiányzik a zuhanyfüggöny. Nem volt kérdés, hogy letartóztassák-e az idős nénit. A lábasban, amit korábban Tamara vitt le a lépcsőn, Valentina feje volt, megfőzve. Állítólag a szemét bedobta. 2015. július 29-én Tamarát a Szentpétervári első kerületi bíróság elé állították, a bíróság pedig elrendelte az őrizetbevételét. Tamara viszont a vádak és a kilátásban lévő ítélet helyett sokkal inkább aggódott az újságírók jelenléte miatt. Azt mondta, hogy tudtam, hogy eljönnek. Ez olyan szégyen számomra, az egész város tudni fogja. Később pedig csókot dobott a riportereknek. Amikor a bíró utasította, hogy szólaljon fel, azt válaszolta, hogy itt túlfüllett a levegő, nem mehetnék ki. Majd hozzátette. Évtizedeken át készültem erre a perre, és mindent szándékosan tettem. Élhetetlen életem volt. Legalábbis így fordítottam, eredetileg így hangzott. There was no way to leave. És még azt mondta, hogy ezzel az utolsóval lezártam a fejezetet. Itt egyébként elhangzott, hogy mit is tett, szóval gyakorlatilag beismerte, hogy nem ez volt az első ilyen cselekedete. A bíró azt a kérdést szegezte neki, mit szól ahhoz, hogy le kell, hogy tartóztassa. Ön dönt, bíró úr, végül is bűnös vagyok, és megérdemlem a büntetést, felelte Tamara. Amikor a bíró kihirdette az őrizetbevételét, az asszony elmosolyodott és tapsolt. Elmeorvosi szakértői vizsgálatot rendeltek el, amely eredményei szerint az asszony skizofréniában szenved, és veszélyt jelent a társadalomra nézve. Így a vizsgálat lezárultáig egy őrzött intézményben helyezték el, majd decemberben egy kényszerpszichiátriai kezelés vette kezdetét. Azt itt nagyon fontosnak érzem megjegyezni, hogy a skizofréniában szenvedő betegek esetében egyáltalán nem törvényszerű, hogy veszélyt jelentenek a társadalomra. Ráadásul gyógyszerrel és egyéb pszichoterápiával jól kezelhető. Bár az is igaz, hogy az ebben szenvedő betegeknek sokszor nincs betegségtudata, ami pedig nehezíti a kezelést is. Ezt csak azért mondom el, hogy véletlenül sem kell általánosítani, vagy bármilyen betegség alapján megbélyegezni valakit, mert egy-egy kirívó eset nem jelenti azt, hogy mindenkit egy kalap alá kellene venni. S ez pusztán a személyes véleményem, de Tamara nem is védekezett azzal, hogy hallucinációi lettek volna, nem hangok mondták neki, mit tegyen, hanem ő maga akarta így, direkt,
ahogy fogalmazott a bíróságon. És ezt erősíti egyébként több, a nyomozás során feltárt bizonyíték is. Összesen 14 különböző életellenes bűncselekménnyel kapcsolatban nyomoztak, vagy talán nyomoznak még a mai napig is ellene. Az egyik szomszédja, aki egyben barátnője is volt, azt mondta, hogy Tamara igen szenvedélyes érdeklődést mutatott egy orosz sorozat elkövető Andrei Csikitilla után, akit a rosztovi rémként is ismerhettek sokan. Ez a férfi saját bevallása szerint 56 életet oltott ki, de a nyomozás ettől több, 65 esetet tárt fel. Tamara katalogizált mindent, amit a férfi tett, és tanulmányozta a tetteit, amiket elkövetett. Hogy Tamara valóban kannibál-e, nem tudni. De egyes állítólagos rendőrségi források kiszivárogtatták, hogy egyáltalán nincs kizárva ennek a lehetősége. Az, hogy utolsó áldozatának fejét egy fazékban megfűzte, illetve az, hogy az áldozatainak egyes szerveit eltávolította, adhat okot a gyanúra. Ez utóbbi miatt, és amiatt, hogy számos fekete mágiával foglalkozó könyv volt a lakásában, a naplójával együtt, amiről hamarosan még lesz szó, és annak alapján, hogy egyes beszámolók szerint okkultizmushoz köthető szimbólumokat vésett áldozatai testébe, felmerült annak lehetősége is, hogy rituálisan követte el az életellenes cselekedeteit. És mindebből következtettek arra is, hogy boszorkány. Vagy legalábbis egy zavarodott elme, aki azt hiszi, hogy az. Ugyanis egyes okkult vallások szerint az egyes betegségeket az érintett szerv feláldozásával vagy elfogyasztásával lehet gyógyítani. Persze ez egy oltári nagy baromság, de történtek már hasonló bűncselekmények a világban. Alapvetően sem a boszorkányság, sem a sátánizmus nem jelenti azt, hogy az ezekbe a vallásokba tartozó egyének ilyen dolgokban hinnének, vagy ilyeneket követnének el. Sőt, legnagyobb százalékuk pont annyira tartja elítélendőnek, felháborítónak és ostobaságnak az ilyen hangokat, mint bárki más. De az biztos, hogy az egyik nyomozás közben az áldozat maradványai mellett egy bizonyos könyvből kitépett lapokat találtak a helyszínelők. Ez még korábban volt, és nem tudták kideríteni, ki volt a tettes. De a Tamara ügyében folyt nyomozás során megtalálták a lakásán azt a könyvet, amiből azok a bizonyos lapok hiányoztak. Ahogy arról már a korábbi rövid epizódban is beszámoltam, Tamara több nyelven vezette a naplóját, amiben ha nem is mindent, de egyes rémtetteit feljegyzett. A naplóba ezen kívül olyan hétköznapinak is lényegtelennek számító eseményeket is leírt, mint például, hogy lement a boltba vásárolni. Igen, hátborzongató belegondolni, hogy valaki olyan könnyedén képes volt lejegyezni azt, hogy mit csinált egy ártatlan ember élete ellen, mint egy bevásárló listát. Tamarát Baba Yaga-ként, azaz a vasorubába-ként kezdték el emlegetni. Ez szerintem mindenki számára ismerős alak, akivel számomra érthetetlen módon gyerekeket szokás riogatni. Mármint az érthetetlen, hogy miért olyan jó ötlet gyerekek számára kilátásba helyezni egy gonosz, mítikus lény általi retorziót, a saját szintjükön való felvilágosítás helyett arról, hogy mit szabad és mit nem. Egyébként a vasorúbába egyes értelmezések szerint az egykor magzatelhajtást végző bába volt, melynek férfi megfelelője a részszubagoly. Akit ez bővebben érdekel, keressen rá. Azt a mai napig nem tudni, hogy ténylegesen hány ember halálát írták a számlájára, de azt sem, hogy a férjével mi történt. Tényleg elhagyta? Eltűnt? Vagy Tamara működött közre abban, hogy soha többé ne halljon felőle senki, mint ahogyan a többi állítólagosan őt faképnél hagyó férfiról sem? Tamara Mitrofonova-Szamszonova már fiatalon azt az álmot dédelgette, hogy híres lesz. És ha híressé nem is, de hírhetté vált. Bármi is történt vele, vagy ahogy ő fogalmazott, bármennyire is élhetetlen volt az élete, a jogos védelmet kivéve semmi sem adhat okot arra, hogy valaki életét kioltsa. A források szerint legalább 14 ártatlan ember életét vette el, és legalább ugyanennyi család életét tette tönkre egy életre, amelyre semmi sem lehet magyarázat vagy vigasz. Sokszor mondják ilyen esetekben, hogy értelmetlen volt a halála, haláluk. De véleményem szerint minden, főleg erőszakos halál az, értelmetlen. Remélem, hogy kiderült, vagy egy napon ki fog derülni, legalább az érintett hozzátartozók számára, hogy miért nem jön többé haza az, akit mindig, mindennél jobban vártak.